Szeptember 3-án emlékeztek meg az idősek napjáról Legyespényén, ahol a község szépkorú lakossága nagy számban vett részt tiszteletükre rendezett eseményen. A település polgármestere Lengyelné Búzita köszöntötte a már visszatérő és új arcokat egyaránt, akik ezen a kellemes délutáni órán megjelentek. Ferenc pápa gondolatait idézte, miszerint a fiatalság gyönyörű, de az örök fiatalság roppant veszélyes képzelgés. Elmondta, hogy ez az alkalom emlékeztetőül szolgál arra, hogy tisztelettel és szeretettel köszöntsük azokat, akik a társadalom részeként eltöltött hosszú évtizedek alatt sok bölcsességet, tapasztalatot és szeretetet hoztak magukkal. Úgy gondolja, hogy az idősek napja nem csak egy megemlékezés, hanem egyben a köszönet hála kifejezése is azért, amit az idők során az életükbe hoztak. Véleménye szerint ezek a generációk hatalmas tudás birtokában vannak, hiszen a legkülönbözőbb élethelyzetekkel találkozva tanultak, dolgoztak és folytatták mindennapjaikat. Háláját fejezte ki azokért az idősekért, akik történeteikkel, tanításaikkal gazdagítják a közösséget. Ismertette Legyespénye demográfiai adatait, ami alapján 250 fő szépkorú 65 év feletti lakos él a településen, amelyben 155 nő és 95 férfi. Külön kiemelte Magyar Indét és Magyar Indénét, akik a településen élők közül a legrégebben 61 éve kötöttek házasságot. Beszéde végén elmondta, hogy számára mindig is fontos értéket képviseltek az idősebb lakosok, értük ez idáig is számos támogatást tett meg, és a teheti az jövőben is így lesz. A polgármester köszöntőjét a legyesbényei óvodások műsora követte, akik egy humoros vidám előadással készültek az alkalomra. Rövid versekből, mondókákból és énekekből készült válogatásuk elsősorban az ősz és a szüret témáját dolgozta fel. Az ovisok szívüket, lelküket beletéve adták elő produkciójukat, amely nagy sikernek körvendett a meghívott vendégek körében. A gyerekek műsora után a helyi búzavirág népdalkor énekcsokrát hallgathatták meg, ami számos mély gondolat mellett szórakoztató rímekbe szerett dalszövegeket tartalmazott. Az önkormányzat támogatásában megvalósuló közös, korábbi időpontú vacsora felszolgálása közben megkezdődött a színpadon Rozentál Péter zenész előadása. A jó hangulatot garantáló szólamok egész étkezés közben szórakoztatták a közönséget. A fülemben az őszi szín, a fennmaradó időben alkalom volt a kötetlen beszélgetésekre, a táncolásra, az éneklésre, és amihez csak a meghívott vendégeknek kedvük volt. Eddig minden évben megrendezésre került az idősek napja Legyespényén, és remélhetőleg ez a hagyomány tovább él az elkövetkezendő években is.